Tüntetők zavarták meg a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlését. A tiltakozó fiatal művészek az akadémia köztestületi státusza ellen tiltakoztak. Az ülésen több tag is beszélt az akadémia körül kialakult vitákról, kiemelve, hogy meg kell egyezni a szemben álló művészekkel. Fekete György az ülés után tartott sajtótájékoztatón ismét beszélt Konrád György magyarságáról, fenntartva korábbi kijelentését. Nem várt közjátékkal indult a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése. Az elnök Fekete György beszédét fiatal művészek zavarták meg, tiltakozva többek között az akadémia köztestületi státusza ellen. A művészet szabad! A fiatalokat végül a biztonsági őrök tessékelték kijebb, a tüntetők közben azt skandálták, lépjetek ki, így üzenve az akadémia tagjainak. Fekete György az ülésen nem akarta kommentálni a performanszot. Beszélt viszont a műcsarnokról, amelynek elnökéről azt állította, Gulyás Gábor folyamatosan elutasította az együttműködést. Az akadémia nem fogja tudni a feladatát végrehajtani, ha kiváló, egyébként kiváló állami vezetők a Nemzeti Együttműködés kormányának a programja mellett nemzeti együttműködést gyakorolnak. A közgyűlésen többen is beszéltek az akadémia körül kialakult negatív hírekről. Szakonyi Károly író szerint nem helyes, ha bárkit nézetei miatt megkülönböztetnek, kizárnak a művésztársadalomból. Magyar, de a világirodalom nagyjai évszázadokon át mindig is opozícióból, de legalábbis kritikus szemlélettel hoztak létre maradandó műveket, nem pedig lojalitással. Novák Ferenc koreográfus szerint fontos a párbeszéd az ellentétes nézeteket valló művésztársakkal. Tudnunk kell, hogy rajtunk kívül vannak olyanok a művészeti életben, akik másképpen gondolkoznak, mint mi. Ettől még nincs jogunk ellenségnek tekinteni őket. Az ülést rövid sajtótájékoztató követte, amelyen több kérdés is elhangzott Fekete György korábbi kijelentésével kapcsolatban, mely szerint Konrád György magyarnak látszik. A Művészeti Akadémia elnöke szinte szóról-szóra megismételte korábbi kijelentését. Én nem mondtam ilyeneket, nekem nem kell a számba adni semmi olyat, amit nem mondtam. Most is azt mondta. Tessék? Mit? Most is azt mondta, hogy magyarnak látszik külföldön. Hát, hogyha ránéznek Hollandiából, hogy ez ki, hát az magyarnak látszik, nem szlováknak, meg románnak. Hát most ebben miért köntöd? De nem magyar? Tessék? Csak annak látszik? Nem magyar korrát? Hát bocsásson meg, én megnézek egy képet, az nekem festménynek látszik, vagy grafikának látszik, ez nem pejoratív. Hát nem pejoratív, hát miért vonnám kétségbe Konrád magyarságot? Megengedik, hogy tovább lépjünk, uram? Nem, ez egy tudatlan újságíró akadékoskodása, engedje meg nekem ezt a kemény szót. Az utcán közben tovább folyt az ülésről eltávolított tüntetők tiltakozása. Végcél az, hogy az MMA megszűnjön köztesületnek, kerüljön ki az alkotmányból. Ez abszolút illegitim, semmi keresni valója az alkotmányban. A művészet a szabad, független. Az MMA mai ülésén megválasztotta rendes és levelező tagjait. Az akadémia tagja lett többek között Bereményi Géza, Blaskó Péter, Huszti Péter, Cserhalmi György és Revicki Gábor.